jött az első gól. Dávid Robi beszél, Pálfi tette be a labdát, Dávid átveszi, higgadtan, tisztára játssza magát. De most Dávid Robi a második gólját lövi, mesterien kivitelezett szabadrugás volt, Rigó, Pálfi, Dávid, tanítani való volt, ahogy ezt zicserig kijátszották. Dávid Robi. Három a csengeri gólok száma, és Dávid Robert találtainak a száma is. Dávid Robert góljával már is megfordul a találkozó állása. Ajde, pompás összjáték volt, Csorvási és Halász Norbert. No, Halász az ilyen debütálásról álmodozhatott. 4-2 a Csenger javára. És azt kell, hogy mondjam, hogy most viszont hívott szívek jelentett, hogy érett ez a negyedik csengeri gól. Hondulat. Hoppá! A levágódott Mona Árpád értékesíti. Bandula bombázott, levágódott, Mona Árpád meg betalál. Mona Árpi, az elnyűhetetlen Mona Árpi. Balog Árpi, egy higgadt. Ez az igazi kis Balog Árpis gól volt. És nagyon szép összjáték volt, tegyük azt hozzá. Balog Árpád, no ez most már. Fiesta jelleget kezd ölteni. Időkérés. A Miskolc Egyetem csapata ugye időt kér. Osi. Dávid Robi, hoppá! 1-7-es. Dávid Robi negyedik gólja. Dávid Robert. Osváth Katona, Dávid volt a labdaütja. Dávid Robi kíméletlenül kihasználja az adódó gólszerzési lehetőségét. És itt a gól! Na ki szerezte? Csorvási? A közönség is találgatja mellettem. Vandula! Na Vandula megvan! Ha megszületett! Vandula Guszti a 9. gól szerzője. Na! Vandula nagyon sokat tett ezért. Vandula Gusztán. Bocsai Krista.